Ez egy következő rész. Ha valaki úgy érzi magába, hogy van benne affinitás előfizetésre, itt szeretne tönkretenni idegileg, akkor egy előfizetésért cserébe a TikTokon megmondhatja, hogy a következő pályát hogy kell kijátszanom. Nincs más bunyesz. Ne te költsd rám az összes pénzedet. Na, tehát ha nem maragszatok meg, tudom, hogy most le fog menni a nézőszám. Kiszaladok mosdóba, jó, egy perc és itt vagyok. Max egy perc. Na, itt vagyok. Na, az a lényeg, valaki előfizet, megmondhatja, hogy a következő pályán milyen fegyverrel mehetek. Célozhatok, nem célozhatok, vagy csak célozva játszhatok. Jó, bunyász működhet idén is. Witchen is működhet, ajándék előfizetésére szeretnéd. Van, ahol nem akarok célozni. Na jó. Oké. Á, megint robbanni fog az autó. Aznak is beletoltok. Hagyjuk ezt a puskát, ha meglőnek, ott bemozdul. Anyám! Na jó.
Ó, ez köcsög. Ez nagyon köcsög ez a pálya. Köszi Attila. De... Na nem maragszol, meg nagy fiú vagyok, és el tudom dönteni, hogy mit akarok, úgyhogy... De kösz szépen a tanácsot. Utálom ezt a fegyvert, gyereket. Átrobbanok, át sem erre. Akár merre, tehát ez így... Én vagyok, újoncon. Mondom, gyerekek, a célom, de egyébként nem értem, mármint, hogy nem neked szól, csak nem értem az embereket, hogy miért fontos az, hogy milyen nehézségi szinten játszom, de mindegy, elmondom az 51-ére ma, hogy a sztori miatt játszok újra, az összes kodot szeretném végigtolni a sztoriban. Ezeket már kitoltam veterán módba, és nem szeretném még egyszer, mert kb. Elég volt egyszer. De annyira mondjuk a kód nem nehéz, szerintem. Egy-két szopatós rész van benne. Hát nem én vagyok. Nem én vagyok az Ágica. Az meg, hogy nem... Ki kéne szaladni? Várjatok! Aznak is elém megy a gránát. Hát, hogy semmilyen Ágita nem akarok amúgy lenni. Nem. Most olvasom játszint üzenetét, háttal biztos nem mennék végig a pályán. Basz meg, basz meg! Nyom vissza, úgy van. Ugye ezt már belém rakta ezt a ne célozzak dolgot. Kezdődik.
menjünk előre, előre, előre. Nem ismerem a magyar TikTokosokat egyébként, csak nagyon keveset. Jó napot kívánok! Hát itt mi történt? Mi van, az Dolly? Megjött Palik is? Azt a mindenit! Mire gondolt, hogy FPS? Én nem tudom, én csak azt tudom, hogy hány FPS-sel megy. Azt tudom állítani. Dolgozom, persze. Menne dolgozni. Pont, hogy kell lőnöm repülőre. Hát akkor ne lőjek rájuk, oké, értettem. Üzletkötő vagyok. Én azt nem tudom. Ilyenekben nem mozgok sajnos. Megy és üzletet köt, emberekkel szerződést ír, és... Igen, másodásban meg katona vagyok. Vagy néha autóverseny, inkább autóversenyző, de néha bemegyek a háborúba is lövöldözni egyet, szóval... Egyébként nem rosszból mondom, de szerintem ez is munka. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy ez hobbi, amit csinálok, annak javaslom, hogy ugyan ide a helyemre, és akkor nyomja. Szerintem nagyon hamar azt mondaná, hogy munka. És sírva mondaná, hogy üljek ide-vissza. Mert ezt attól, mert valaki például szeret játszani, ez biztos, hogy nem csinálná. Nehogy azt így. Tehát ha valaki nekem azt mondja, hogy ez ennyiről szól, azt nagyon szívesen ide ültetném egyébként egy napra. Én mondanám, hogy mit kell csinálni, tehát hogy reggeltől estig mondanám, hogy mi a feladat, hogy akkor mit, hol, YouTube-ot, min variálunk, min változtatunk. Játszani, igen, persze. De ez nem csak játékról szól. Nem játszanod kell szeretni, streamelni kell szeretni. Na, a kettő nem ugyanaz. Innen?
Na, nem neked mondtam, nem azért mondtam. Nem neked szólt. Hát én azt gondolom, hogy ez hosszú távon ez úgy fog működni, hogy vagy az van, hogy ebből meg tudok előbb-utóbb élni, vagy ezt örökké nem lehet csinálni. Igen, ez is igaz. Tehát rengetegszer van, hogy úgy ülsz le streamelni, hogy amúgy éppen nincs kedved, de nyomod, mert 8 órakor stream van. Tehát ez kurva. Nem, egyébként én szeretem. Tehát én nekem amúgy, nekem hiányzik. Tehát én például nagyon keveset játszom live-on kívül. Nincs is rá időm, meg nem is nagyon szoktam. Maximum, hogy hétvégi Navy-vel, vagy TFT-ni szoktam néha, de hogy így... Vagy ilyeneket nem ülök le, hogy kodozni. Nem nagyon. Nagyon ritka. In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine. Az az igazság, hogy én azt mondom, hogyha a streamet is beleveszem, meg a videókat, meg mindent, meg a vodokat, meg a képeket, stb. Szerintem ilyen napi 10-12 órás munkát igényel. Tehát azért mondom, hogy ezt meló mellett komolyan nem lehet csinálni. Tehát ez maximum azt, hogy streamelsz, tehát azt meg tudod tenni, hogy YouTube-ra, vagy Twitch-re, vagy TikTok-ra nyomsz egy live-ot, és így ennyi. De az tényleg hobbi, és az annak jó, aki milliómos, és amúgy simán tudja bele tolni a pénz számítógépbe mindenbe, és nem akar mondjuk visszafele ebből bevételt. Tehát hogyha ebből valaki bevételt akar normálisan, akkor ezt nem lehet. Nem csak, onnantól nem csak a stream van. At our disposal great reserves of trained fighting men. A nagy meló az biztos. The free men of the world are marching together to victory. I have full confidence in your courage, devotion to duty and skill in battle. We will accept nothing less than full victory. Good luck. And let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Ez a legszebb egyébként, hogy úgy nyomsz valamit, hogy igazából nem tudod, hogy valaha meg fog-e térülni, vagy nem. Én bízom benne, hogy igen, de majd kiderül. Dog Company, listen up! Men on the beaches are counting on us to take out the coastal guns on those cliffs! Move fast, get topside, and get the job done! Tudom a követéseket mindenkinek. Ez szép volt. Hű mindenkinek, hőre zsok. Üdvözlök mindenkit a live-ban. A gyerünk Normandia. Hát József, ezen nagyon sokan vagytok így. Hát itt ez... Bálint, ez akkor lenne jó, hogyha akkor lehetne, na, úgy mondom neked, hogyha ez nem fog megtérülni, például nekem úgy ért, hogy nem tudok annyi bevételt termelni ebből egy hónap alatt, előbb-utóbb, hogy ebből meg tudjak élni, akkor ezt nem lehet csinálni. Ezt higgyétek el nekem, hogy akit láttok a TikTokon egész nap streamelni, azt általában a nézők tartják el, mert ez képtelenség, tehát de úgy mondom, hogy aki játékot streamel, meg videókat csinál a YouTube-ra, az nem tud, ezt neki kell vágni,
És akkor kész, annyit, tehát hogy ja, ott van a csillag, bocsánat. Hát ezt kizár dolog, hogy valaki tudja meló mellett minden erőbedobással nyomni. Ó, köszönöm, így pedig ért. Hát ilyen szép előfizetésem még nem volt. Hogyan kell kikapcsolni ezt a szart? Hát, ez eddig a legszebb, amit valakitől kaptam. Bemész a előfizetésekből, azt lemondolom. Nem fogok párbajogni. Miért célzott rám? Azért jól esett, de ha gondolod, rám itt DC-n segítek lemondani. Ezt a normandiai érzés nem adja vissza, legalábbis amiket én láttam róla. Azért már megint ti vagytok? Szihetetlen. Most könnyebb megkülönböztetni őket. Valakinek nincs egy vállalható fegyvere, mondjuk ez. Mármint mi lesz? Szerintem menni. Ja, nem. Normandia. Meg... Ajj. Én nem fogok párbajozni, akkor sem, hogyha abból van a nagy lóvé. Azt nem vállalom be. Előbb hagynám a picsába a... Jó, lehet, hogy nem kéne ennyire csetet olvasnom, mert... Bocs, ez azért van, mert olvasom a csetet. Jó, Dori. Nem tudom. Na, figyelek a játékra is. Előbb hagynám abba a streamelést, és kezdenék el csak a YouTube-bal foglalkozni, hogy legyen bevételem, mint hogy a nézőket meglopjam ilyen párbajokkal. Meg még azt mondom, ilyen barátokkal párbajoznék, mint az István. De hogy így, nem. Ja, te ízi nyomom, nem titok. Nem titok. IP, ez nem titok. Köszönöm a követést. Miért itt vagy? Előbb nem erre jött? Szállom ezt a fegyvert, gyereket. Ez hihetetlen. Nem hiszem.
Hajrá gyerekek, töltsétek! Az meg mi van itt? Erről nem volt szó. Na az kemény, nem tudtam, hogy ilyen van benne. Ha megint berohantam ide közéjük. Jajjajjajj. Nem hiszem el. Ilyen nincs. Hőmániák. Lefogom. Nagyon rossz ez a fegyver. Gépfegyver kéne. Mindegy, menjünk. De milyen baráti tüzel? Gondolom a gránát. Ha itt kell őket kinyitni. Hát jó, nem az a célom, hogy csak lesprinteljem. Egész terébe. Főszimpül. Ebben nincs. Az egynek a DLC-jében van. Oké. Oké, de nem tudom mire lecserélni, bazdek. Hát ha nincsen csak puska, akkor nehéz. Most kire tüzeltem, mint barát? Ez sem izé, ez is szar. De hát ez még rosszabb. Ha még azt mondom, hogy e, de meg a szkópos, hát nem, nincs gépfegyver.
fasz, hogy erre mehetek? Kinek volt? Anyám. Mehetünk erre? És felrobbanok a fazba. Gránát? Egyébként nagyon sokszor azért látjátok azt, hogy például megállok, meg nem úgy lövök, ahogy kéne, mert olvasom, amit írtok megállás nélkül. Azért... Nem jó. Van, tessék. Amit nekem nem kéne tudnom felmenni. Hogy a hátam mögött, értem. Nincsen semmi? Azért kár volt bejönni. Örülök, hogy sokatoknak örömet tudok okozni. Akkor egyétek, vigyétek, ajándék, majd lesz másik. Rayburn, McCloskey, Ward, Carter, hold here and watch the road for German reinforcements. Nem volt, de ha ezzel végeztem, a három jön. Hát most mondom, nálunk az a cél, hogy minden kodot ki szeretnénk tolni sorba. Taylor, here they are. We found the damn guns. Get in there and fix them with your thermite grenades. I'll keep an eye open for crowd patrols. I'll take the ones on this side. Azt nem tudom, hogy mennyi lehet még hátra ebből a játékból. Emulátorral, PS3-as emulátorral fogom játszani az újat. Ha valakit érdekel, hogy hogyan kell, hogy lehet, hogy csinálok belőle videót.
Ott van még egy elő. Ja. Nem, hogy mi lesz még, azt nem tudom, nem mondok semmi mást. Azért nem, mert... Hova kell menni? Ja, arra. Azért nem mondok semmit, hogy mi lesz még, mert egyenlőre... Azt tudom, hogy ezzel mikor végzek. Tehát majd lesz valami. Nem tudom még mi lesz. Nem, hát be lehet állítani szerintem, de én kontrollerrel fogom nyomni, mert nem akarom túlbonyolítani az életemet. Csak menjen. A harmadik részre csak úgy vagyok, nem tudom, hogy most kijátszom-e, éjfélig itt vagyok. Azt nem tudom. Szervusztok, sziasztok mindenkinek. Addig játszom, ameddig éjfélig, körülbelül éjfélig. Még föl kell raknom a vodokat is, úgyhogy még két órát biztos kell ezzel foglalkozzak. Ennek körülök. Mondom, a harmadik rész ki az, aki nem vágja? Mert ugye az csak konzol jött. Ki az, aki a harmadik részt nem ismeri? Semmit nem tud róla. Akinek az újdonság lesz. Ahhoz nem lesz magyar feliratunk. Azt tuti. Szerintem jó lesz a három is. Én belenéztem ma, elég baszó lesz. Egy bad meg a másik irányba, vagy hova kell menni? Bal irányba. Erre. Hát akkor, amint ennek vége van, következő adásban már, mint hogy valószínűleg ma már nem, de holnap szerintem el fogjuk kezdeni. Mit kell robbantanom? Úgyhogy... Ennyi? Mit kell csinálnom? Igen, a Code 3-at kérdeztem, hogy ki az, aki a Code 3. részét nem látta még, vagy nem tudja milyen. Ez a kamu löveg.
Csak mondom, a COD 3-at azt úgy nézzétek majd, hogy kontrollerrel fogom én is játszani, de a büdös nagy szívás lesz, azért az úgy nem lesz annyira egyszerű. Az kurvára nem lesz egy egyszerű történet. Ami nem jó. Nincs lejjebb. Mit csináljak ezzel? Mire kellett lő? Nem is értem, mi történik most. A végre! Van PS3-ra, már mondom, felraktam a gépre, elég jól néz ki. Tehát jó lesz ez a harmadik rész szerintem. Csak mondom, nem lesz magyar felirat, hiányzik, meglátjuk, jó lesz. Szerintem jó lesz. Ő mindenkinek, sziasztok, akik most csatlakoztak a Life-hoz. Lodi és Tartó győzelmek békében születnek, nem háborúban. Aldo Emerson. Hát sűrűbe kell jönni. Nem tilos. Igyekszem. Az összes koddal fogok játszani most, minden kodot végigjátszunk a sztoriba. Itt most nálunk a sztori lesz a lényeg. Az összes alatt pedig azt értem, a Betty lehet, hogy már nincs, de egyébként van, szokott lenni rajta kívül még nő. Na. Itt most nem cserélem le. Az, hogy belövök a kettő közé. IP fogalmam nincs, hogy hol a TV távirányított, de valószínűleg ott van, ahova tetted. Megmerem tippelni. A oldalról is jönnek. Milyen feje van annak? Na. Csak lelőttük.
van még? Semmi más dolgom nincs, hogy védekedni. Ez a kettő. Gyerekek, az Origin 2. Semmilyen grafikai update nincsen rajta. Nem nyújtam semmihez. Ez a gyárik ott kettő. Újoncom vagyok, mert és egyik rész sem akarom föltenni ennél nehezebbre, mert én már kijátszottam őket veteránon, de mivel az összes résznek a sztoriát végig akarom tolni, dehogy is, azért nem néz ki annyira jól, telefonon nézed. De mivel az összes részt ki akarjuk játszani, ezért nem szeretném veteránon tolni, mert az nagyon sokáig tartana úgy. Tudok átugrani, sehogy sem. Ez egy 2005-ös játék. 2005-ben jött ki a Need for Speed Most Wanted. Azért ez a fű, ez nem szép. A textúra is, nézd meg. Hát nem olyan szép ez a játék. Mit tudom én, már a Modern Warfare is sokkal szebb volt ennél. De bőven nem csúnya egyébként. Nézd meg a füvet, meg a földet. Hát ez csúnya. A korához képest nagyon szép. Akkor hátra megyünk. Igen. Meg kell mennem a gyümölcsösbe, de hol van? Hát vagy csak ide. Francba menjek. Oké, de jönnek be a házba. Igen, erről beszéltem. Most játszanak még. Tessék, itt van Stella, van még egy hölgyemény, ha jól látom. Mondom, hogy az előbb kérdezték. Úgyhogy van bőven. Na, go tovább. Discordra viszont várunk szeretettel mindenkit, gyerekek, mindenkit. Kurva nehéz amúgy ezzel a gépfegyverrel lőni, ám hogy közben hátulról jönnek rám. Mondom meg. Oké. A hölgyeknek mondom, meg ti is nyugodtan gyertek DC-re, meg az urak is, meg mindenki. Bárki bármihez keres linket, azt javaslom a profilomban lévő YouTube linket. Bármelyik videót megnyitja, minden megtalál. DC meghívó, Facebook csoportok, kezdve mindent is. Bunyesz előfizetett és egy pályát végig kellett nyomnom.
no-scope-val mehetünk tovább. Lefelé. Wolfensteinen is gondolkozom, de még nem tudom, hogy mi lesz. Ezután mi lesz ez a jövő kérdése? Ne belül. Ó, baszik. Ennyi kupakot mindenhonnan lőnek. Jó, gyerünk előre, gyerünk. Ugye egyszerűen lehet számítani, igen. Bocs, de az hogy kerül oda? De hova lőnek? Ja, mögém! Geniális ez a játék. Hát futok, azt felém lőnek, és akkor döntsem el, hogy kivel van. Lehet, aki bevédekezni? TikTokra nem. Twitch-e tudsz PS5-ről streamelni. TikTokra nem. Nem baj. Nem baj, IP-t, ez mibe esett el? Toró. Megbotlott. Gondolom védekezni, semmi mást. Az a tigris tank az brutálisan jól néz ki, gyerekek. Aki megy annak jó éjszakát, jó pihenést. Holnap este 8-kor ugyanitt, ugyanekkor folytatjuk, aki most meg. Még mondjuk éjfélig itt vagyok. Ja, hogy még amúgy van itt egy jó 3 perc. Nem értem ezeket a csapattársakat, hogy milyen koncepcióból ugranak be elé.
tiltás van. Köszönöm a követést mindenkinek. Ja, hagyj békén, csak le a jót, mi százas ér. Megint meg kell állni. Fúj, de... Ez mi? Hogy jött csak ide? Ez jó cucc. Ha nem tévedek. Engedjél már elé, szíves. Nem lehet letámasztani? Akkor lenne igazán bacó. Várjál, van itt valami kis... Á, nagyon nagyot ránt. Jó hülye ötlet volt ezt a fegyvert fölvenni. Olyanokat rám. Ez meg a másik véglet. Azaz. Na, ez a legjobb fegyver. Hát én annyira nem vagyok fegyverügyileg így. Kiben egy-kettőt ismerek meg, hogy néz ki. Tankokat ismerem, tatahajókat ismerem, fegyvereket annyira, hogy nagyjából megvan, hogy melyik név szerint mondjuk annyira nem. Előbb tudom megmondani bárkinek, hogy lerajzolni fejből egy csatahajót konkrétan, hogy néz ki. Meg egy tankot. Hát Norbert, én azt nem tudom, hogy mi annak a problémája. Merre megyünk? Ez is még a kiskövű Sherman szerintem. Fasz, lehet ez már nagyobb, mint hogy alap. Fasz, kicsit. Na, aki még nem nyomott követést, az el ne felejts a gyereket. És pont egy órája megy a bot, szóval ezt akkor meg is állítom. Nem hiszem. Nem, én nagyon béna vagyok benne, szóval... Mutizhatnék, de... Nem igazán lenne néző. De nem tudok lőni, tehát én ezzel tisztában vagyok. Majd lehet, hogy borzónozni fogok, mert azt szeretem, csak olyankor a lane live-omat szarát rolkodják, úgyhogy én azt lehet, hogy így nem erőltetném.